a futszában élő játékosok és vezetők se gondolták volna azt, hogy ez a két csapat fog jelen pillanatban az első és a második helyen állni. Nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, de ezzel nem elégedhetünk meg. Megyünk tovább, és szeretnénk még mindig olyan mérkőzéseket játszani, mint ahogy játszottunk az elmúlt időszakban, mert abban nagyon sokat fogunk tudni majd fejlődni. Ugyanezt beszéltük mi is az öltözőben, azt gondolom, hogy talán a veszprémiek is ugyanezt beszélték, hogy két olyan csapat játszik most egymással az első és második helyen, amire nem biztos, hogy túl sokan számítottak volna. Remélem, hogy ez nem fogja rányomni a meccsre a bélyegét, és remélem, hogy egy jó meccset fogunk tudni játszani. Itt mindig szoros, kiélezett mérkőzések vannak, egyébként is szenzációs a közönség. Melyik csapat kezdheti meg elsőként az alapszakasz második felét? Ez volt a kérdés a kékfehér mezes Veszprém és a Berettyóújfalu rangadóján. A válaszra pedig az utolsó pillanatokig kellett várni. A két csapat összecsapása ugyanis egy végletekig kiélezett derbit hozott. Sejtettem, hogy nagyon nehéz meccs lesz, amit majdnem minden mérkőzés előtt elmondok, de arra nem számítottam, hogy ekkora iram lesz és ilyen intenzív játék fog folyni a pályán. Az ötödik percben a negyedik bajnoki gólját jegyző Gerencsér Antal juttatta előnyhöz a bakonyiakat. Nagyon akartunk, itthon akartuk tartani nagyon a három pontot, és a első helyen fordulni, úgymond a másik fordulóra. A Berettyónak azonban szintén ez volt a célja, és a döntetlen már a Mezei Vilnek kedvezett. A hetedik percben pedig Mateusz ki is egyenlített. A légióst nem nagyon kell bemutatni a veszprémieknek, hiszen az előző szezonban még Nyír Gyula játékosként mester hatosig jutott Fehér Zsolt csapata ellen. Persze a házigazda brazil futszálosa Tonis sűrűn iratkozik fel az eredményjelzőre, így nem sokkal később ismét a vendéglátó állt jobban. Ton a 11. szezonbeli bajnokián már a 11. gólját szerezte. Mind a két csapat úgy készült, hogy meg akarja nyerni ezt a mérkőzést, meg nyilván a táblázat is mutatja, hogy most ez az első két csapat. Izgalmas meccs volt várható, ez úgy gondolom, ez teljesült is, hogyha a szurkolókat tekintjük, akkor biztos jó meccset, élvezték ezt a meccset. Nüanszok döntöttek, ugye úgy gondolom, hogy mindkét csapat egy kicsit fokhíjasan állt fel, meg itt azért közben egy-két játékos kiesett sérülések miatt. Ez ugye látszott már a második fél időben. A térfél csere után szinte azonnal legalizált Mateusz, aki ezzel utolérte a házi góllövő lista élén Rafinhát. A kulcsemberek közül Tatai József hiányát már megszokhatták Veszprémben, de a vendégeknél is többen kidőltek, így nem nagyon lehetett kiszámítani, hogy melyik csapat bírja majd jobban a hajrát. Decemberben nagyon sok meccsünk van, és még most november végén is van egy. Nem tudom, hogy a Veszprémnek éppen milyen a sorsolása, de nagyon sok sérülés történt a mérkőzés folyamán. Úgy küzdött mindenki, mintha az életéért menne, és emiatt félek, hogy egy-egy játékost el fogunk veszteni az elkövetkezendő fordulókra. A mérkőzést viszont úgy nézett ki, hogy nem a Berettyó veszíti majd el, mert a 32. percben Mateusz már mester 3-asnál járt, a vendégek pedig 3-2-re vezettek ezzel. Hát nyilván a harmadik gólba vastagon benne voltam, de a társak kijavították, úgyhogy ezen túl is köszönöm nekik. Bár egy ideig még őrizni tudta előnyét a vendéggárda, a 37. percben már összejött az egyenlítés a Veszprémnek. A hazai rangadókon rendre eredményes Friedrich Dávid ugyanis ezúttal is betalált, így 3-3-ról kezdődött az utolsó 3 perc. És nem sokkal később már nem csak a lélektani előny volt a nyugat-magyarországiaknál. Éreztem, hogy nem fogunk kikapni, bíztam abban, hogy legalább X-re tudjuk hozni a találkozót akkor, amikor a Berettyóújfalu kicsit ki kell jelenteni azt, hogy jobban játszott, mint mi, de utána döntetlennél viszont már azt mondtam, hogy itt biztosítom tartjuk a 3 pontot. Nagy Dániel 39. percben születő öngóljával valóban otthon tartotta a 3 pontot a Veszprém, ezzel a 4-3-ra győző csapat az alapszakasz féltávjánál át is vette a vezetést a tabellán. Biztos vagyok benne, hogy az is közrejátszott, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk fordítani akkor, amikor hullámvölgybe voltunk, hogy ennyien mögöttünk álltak, és bíztatják a csapatot. Senki nem várta tőlünk ezt az eredményt, senki nem tett ránk nyomást, hogy nekünk akár az első vagy a második helyen kell fordulni. Többen azt gondolták, hogy a Veszprém a tabella hasonló pozíciával lesz, csak hogyha megfordítjuk a tabellát, hogy az utolsó pozíció utolsó előttibe van, hát ez most nem így van, de
örülünk nagyon, viszont nem elégszünk meg ezzel a dologgal, hanem szeretnénk tovább fejlődni mérkőzésről mérkőzésre. A 12. fordulóban a Veszprém a Nyíregyházával, míg a Berettyóújfalu az MFA-val találkozik.